Szép napot kívánok mindenkinek. A mai sikeres nők rovatának a vendége dr. Szabó Tünde, sportfelelős államtitkár, aki egykor Egeszi Krisztina riválisa volt, jogász, és ma már három gyermek édesanyja. Jó reggelt kívánok, Tünde, köszönjük, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt kívánok, nagy örömmel jöttem. Ha az ember visszafelé néz, és keresi, hogy miből fakad mi, és miből jött létre valami, akkor aki ilyen pályafutása, azért világbajnokságok, olimpiai versenyek, hogy jött az úszás? Tehát gyerekkorban kinek az ötlete volt egyáltalán? Igen, valóban minden mindennel összefügg. Ugye, amikor kicsik voltunk, azért mondom többes számmal, mert ikertestvérem van, és mindent együtt csináltunk. Tehát 6 éves kortól egy olyan iskolába kerülhettünk, amit esemény is tagozatos volt, és ezáltal kötelező volt valamilyen sportágat választani, és sportos életmóddal a háttérbe, hiszen édesapám mai napig nagyon sportosan, aktívan éli az életét, így természetes, hogy választottunk egy sportágat. Szerencse, ugye szerencse van-e vagy nem, létezik-e vagy sem. Szerintem létezik. Akkor létezik. Tehát szerencsére volt úszoda az iskolánkba, és ott nagyon szépen megtanítottak úszni, és annyira a tehetség már kijött 6 éves korban, hogy a tanáraink kérték a szüleinket, hogy ugye az úszást fogjuk választani, mert arra felé kellene orientálni a két lányt az ikertestvéremmel együtt, és akkor így lettem úszó. És a versenyezni, tehát az egy másik történet, tehát ember, az gyerek ússzon, sportoljon, mozogjon, az jó dolog, de amikor versenyről van szó, akkor ott már át kell állni valami másra, nem? Természetesen, tehát amíg megtanul a kicsi emberke úszni, vagy bármilyen sportágat, addig az nagyon-nagyon szépen, mint szabadidősport eltevékenykednek benne, de egy idő után azért a szakemberek ezt meglátják, hogy ki az, akit tovább kell vinni, és szerencsére nagyon jó szakemberek vettek körül mindig is, és így irányítottak napról napra arra felé, hogy a versenyzés is megjelenjen az életembe. Első sikere emlékszik? Igen. Első, ami nagy lökést adott, ami azt mondja. Ugye az úszás sportágban minden évben vannak korosztályos országos bajnokságok, és a legkisebb korosztálytól kezdve, ugye itt van béka korosztály, delfin korosztály, és akkor jönnek a serdülő ifjúsági korosztályok. Minden korosztályban ott voltam legelől, és azért mondom most így, hogy nem elsőként, mert Egerszegi Krisztina valóban ott volt mindig mellettem. Egy évben születtünk, úgyhogy már kicsi kortól azt hiszem, hogy delfin korosztálytól már ő ott volt az országos bajnokságokon, ami nem volt egyáltalán baj, hiszen láthattam azt, hogy miket lehet elvégezni, milyen munkával, mit lehet elérni, úgyhogy ez engem inspirált is. Jó, de azért Egeszi Krisztina mellett ugye nehéz még tovább menni, tehát abban az időszakban, amikor ő tényleg egy fantasztikus ős tehetség, nem tudom, minek nevezzük az, meg kemény munka, meg minden. Igen. De mellett másodiknak lenni mindig, az frusztráló, vagy inkább ösztönző? Egyáltalán nem, mert ugye én Nyíregyházán születtem, Nyíregyházán éltem, és sportoltam mindig is, és ott olyan körülmények között lehettem, hogy ott mindig én voltam az első, és nekem mindent úgy mond a város megadott, hogy igenis büszkék voltak arra, hogy egy ilyen sportolójak van, és az Egérrel ugye nagyon sokat voltam edzőtáborban, minden versenyre, hogy így a korosztályokat nézzük, akkor ifjú EB-kre is együtt tudtam menni vele. És az, hogy volt egy olyan sportoló, aki a világon olyan időket tudott úszni, ami világcsúcs közeli volt, akár egy edzésen is, ezek mind-mind húzó erő volt a számomra. És az, hogy csak ő volt előttem, azért az nagyon nagy dolognak tartottam, hogy Nyíregyházáról egy olyan városból, ahol nekem nem voltak edzők, partnereim. Idáig azt tudom mondani, hogy a világon a második legjobb hátúszója vagyok, és azért vannak nehéz napok egy sportolónak, és hogyha nézzük azt, hogy én mindig ugye az Egérre úgy tudtam gondolni, hogy egy idős velem, ugyanúgy fel kell reggel, ugyanúgy készül, így azért könnyebb volt megtenni azokat a munkákat, ami ehhez szükséges, hogy ott legyünk. De én a 92-es barcelonai olimpiára emlékszem. A nevére, ahogy úszott, ahogy a kommentátor mondta,
ahogy láttam ott, visszaidézi ezt az olimpiát? Mert ez egy fordulópont volt utána. Igen, nagyon távlatban lehetne gondolni egy 92-es időszakra, de olyan, mintha most lettünk volna az olimpián, és nagyon jó élményeim vannak. Természetesen előtte volt világbajnokság, Európa-bajnokság, ott is ugye második lehettem, sőt ebbén 100-on és 200-on is ugye egér mögött, úgyhogy nagyon készültünk erre az olimpiára, minden sportolónak a vágya, álma, hogy olimpián részt vehet. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt ezt, hogy ő első, én második lettem. Mi hagyta abba utána? Mi történt? Ugye nagyon hideg közegbe sportoltam, és elég érzékeny is vagyok, de lehet, hogy a lányok azért fokozottan érzékenyebbek a hidegre, úgyhogy nekem folyamatos ilyen felfázásaim voltak. Vesegyulladást kaptam közvetlenül az olimpiát követő két héttel, úgyhogy az egy ilyen írepont volt, hogy akkor most abba kell hagyjam, tehát tanácsolták így az orvosok is, sajnos így alakult, de azért nem távolodtam el a sporttól. De pont ezt akartam kérdezni, hogy van aki, amikor sportpályafutása véget ér, akkor utána azt mondja, hogy már elég volt, sokat tapasztaltam, sokat voltam vízben, sokat sportoltam, már mást akarok csinálni, de itt látszik, hogy valami ős szerelem, tehát nem tud elszakadni a sporttól. Nem, azért láttam sportolóként is, hogy mennyi mindent lehetne tenni, akár a sportolókért, akár a szervezetekért, sportemberekért. Úgyhogy én azt fogadtam meg akkor, hogy én a sportban szeretnék dolgozni, és ehhez az iskolámat úgy végeztem, és úgy választottam ki, hogy tényleg minden szegmensét láthassam. Ugye a testnevelési egyetemen szakedző lettem, és azt követően jogi pályát választottam. Sportjogi szakjogászként és egészségügyi szakjogászként végeztem, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy talán mindent megtanultam, hogy még így erről az oldalról is segíthessek. De az külön személyiség kell, nem? Hogy valaki sportol, tehát reggeltől, nem tudom, eddig úszodában, akkor a hajnaltól, és utána beülni iskolapadban, egyetemben is tanulni, át kell állni nagyon agyilag, mert az teljesen más dimenzió, más hangulat. Ez valóban így van, mondjuk azt, hogy én 18 évesen abba hagytam a sportolást, talán így könnyebb volt nekem. Most éppen ezért segítünk, én fokozottan figyelem a sportolókat, hogy igen, mellette tanulni is kell, és hogy tudjuk őket segíteni, vannak életútprogramok, ösztöndíjprogramok, amikbe őket belehelyezzük, úgyhogy az iskolák is várják a sportolókat, ugye nekik is dicsőséget szerethetnek, hogyha valamilyen nemzetközi eseményeken képviselik őket is, ugye univerziádéra köszönhetünk, most a napokban a sportolókat, úgyhogy nagyon nagy élmény azt látni, hogy sikeresek és tanulnak, hogy a későbbi életükben is meg tudják úgymond állni a helyüket. Most így vagyunk a Duna Arénában, ugye itt azon a környékén, ahol nem is olyan régen nagyon sikeres, én nyugodtan mondhatom, nagyon sikeres vízes VB-t rendeztünk. Milyenek értékelő most utólag azt a két hetet? Hát fantasztikus volt átélni ezt a milliót és ezt a hangulatot. Ugye a FINA vezetősége minden idők legjobban rendezett FINA vízes világbajnokságának titulálták, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen fantasztikus eseményt rendezhettünk. Most a Masters megy egyébként a napokban, még két hétig, de azt tudom mondani, hogy tényleg egy fantasztikus élmény volt. Nagyon sok nemzetközi eseményen vehettem részt, mint sportoló, mint sportvezető, és sehol nem tapasztalhattam azt a hangulatot, azt a szurkolást, amit a magyarok úgymond produkáltak, ezt mindenki meg tudta erősíteni, nem csak a hazai sportolók mondták ezt, hanem a külföldiek is érzékelték, hogy ilyet sehol nem tapasztaltak. Tehát ezt tévén keresztül közvetítéseket néztem, és ott lehetett ezt érezni. Igen. Hát minden nagyon jó volt magával beszélgetni, jöjjön máskor is. Jövök nagy örömmel, köszönöm. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Köszönöm szépen.